Oh mami, oh mami, mami blue, oh mami blue, oh mami, 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 oh tu n'es que mentez, oh mami. Da ra 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 és világsztár vagyok. Még ilyenben nem volt részem, hogy ilyen lagziban én ott részt vehessek, meg hogy Győzi ott tevékenykedik majd ebbe a lagziban. Szevasztok! Sziasztok, jó napot! Csókolom, szervuszok! Én nagyon-nagyon szeretek menni kéretni. Azt, mikor elmegyünk kéretni a mennyasszony, tehát külön sztori, külön egy élmény. Felbecsülhetetlen kincs van nála, ki tudom Isten ajánl. És akkor most felültözik a kisfiú? Felültözik a kisfiam? Kisfiam felültözik. Zsolti, ez a baj, hogy te nem írtél ezt a hagyomalt. Hé, Zsoltikám, ne magázzál, gyere! Na, Zsolti, ne figyelj, ezt a hagyomalt. Na, a búcsokas, hogy egyszer ültözik a vőt. Te Zsolti, nem! Zsolti, ne a szokás ez! Zsolti nem cigó! Zsolti, más a szokás! Zsolti, ki csinálta a Győzit, ki tudja, honnan hozta ezt a nyom! Hát, ezzel el lehet gondolkozni, azért ki kell boncolgatni, hogy tehetni! Zsolti, így van, elmünk kéretni, ma voltunk kéretni, most átöltözik a vőlegény, és utána... Mi ezt is furcsa hallottam, hogy a mennyasszony nem fehér ruha. Majd lesz fehér! Majd most lesz fehér ruha, amikor koronázzak, meg mi kell koronázni! Zsolti, azért kérdezlek titeket! Ő kapja a bokrítát, ő megadja a korona! Így, ahogy a Győző mondja. Ti nem gyanázok, de jó, elnézést kérek! Meg kell tanulnod! Nem baj, majd most már gyanázni fogod! Az van az egészet! Többet kell, hogy hát legyél a... Én nem is tudom, hogy a saját fajod-e vagy sem. Nem, nem cigány, gacsó! Azt mondja anyát, hogy én nem vagyok cigány. Ha nem is vagy. Hát nem. Ha meg leszek cigány. Meg leszek sértőd, anyát, azt mondja, nem vagyok cigány, te. Hát lehet, ha pedig egy helyről jöttünk. Ha nem biztos, az ezek után ma. Egy helyen szoptunk ma. Ő mindig került ezeket a hagyományokat, ő nem járt lagziba, ha meg is hívta a kütő, nem jött el ilyen helyre, mert őnek ez túl macs volt. Zsolt nem roma, Zsolti gazdósan neveli a gyerekeket is, otthon a feleségével is, ők nem úgy élnek, mint mi Harsanyan, Dzsukelan, ők ilyen visszafogottan élnek. Na, következő, a semmihez nem nyúlunk a vonalból, következő, ha a cipőt azt fölvette, ki kéne tűrni a dolgot, és fele kéne rakni az inget, jó? Szépen, igen. Segítesz, jó? Jó, igen. Mert a vőlegény ez nem nyúlhat az inkhez, meg semmi ruhához, mert babonalból, amit ez úgy szokás. Jó, de vágod ezt egy. Figyelj majd, rakd ma berendesen itt nekem, légy szíves, jó? Nagyon-nagyon meg voltam elégedve, mert egy olyan ruhát terveztetett magának az vőlegény, ami tiszta Győz is volt. Itt még egy picit megtörölünk, így. Ha, olyan, ez igen. De ilyen köszönt a virítlen, hogy még egyszer elvenném be a... Nagyon szép, ez gyönyörű. Győző, nagyon komoly, mi? Szép. Szép, gyere Győző, megnézzük azt, megkóstolom, hogy milyen az ízek itt. Olyanok, mint nálam. Az a baj Zsoltna, hogy tényleg őt még meg kell tanítani etiketre. Nagyon meg kell tanítani nekem etiketre, mert nem szabad sok minden, de szabad is sok minden, de ő berohan, azt teszik. Jó, no, csak gyere! Nagyon jó, gyerek, hogy te komolyan nézd. Tényleg nagyon farasztó, vagy komolyan. Győzikém, nagyon szépen megkérlek, nagyon szépen be foglak jelenteni itten 300 ember előtt. Köszönjük szépen! És mindent megfogok, minden tiszteletet megadni neked. És arra kérek szépen, hogy a maximumot hoz ki belőle. Megoldjuk. Hallottam, mikor adott az öreg cigany? Akkor ezt nyomlé! Ezt nyomlé! Nálunk ma nem így csináljuk, ma uniósok vagyunk.
Na, a masinon csinálok. Tűzze, de ez így jobb. Ez a minden, hogy ő mindenben ott legyen, toppol legyen, ott legyen a fénybe, hát ő ezt szereti csinálni. Nem tudom, hogy tudna-e egyébként gyarmán szalagon dolgozni, szerintem nem. Nagyon sok szeretettel köszöntjük Győzikét és a testvéri Zsoltit. Hárjon megnézzék meg a fáit. Köszönöm szépen, hát akkor kezdek a magasban, és szóljon öcsének oda, és Szandinak mehet. Figyelem! Gyerünk, hogy kezdek a magasban! Tassal indítunk, gyertek középre! Ez az, és a dal csak nektek szól, figyelj! 3, 2, 1, és tassihat! Kezek a magasban, és akkor taps, 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 figyelj! Most csúnyan fogalmazok, szerintem olyan volt, mint hogyha maga, mit tudom én, Rihanna, vagy Beyoncé, vagy maga Ricky Martin jött volna el erre az esküvőre, úgy szerettek engem. Komoly volt, Győző, Istenemre mondom. Jó volt? Ez egy élmény volt. Istenemre mondom, olyan, mintha... Tudod, mit mondok neked? Ez olyan, mintha csak álmodtam volna. De most ez tényleg nekem. Mare, nagyobb sztár voltam, mint én, Mare. Ez nekem olyan volt, mintha az egész csak bevillant volna. Hát még ilyen helyen én nem voltam. Győző. Mare, olyan, mint te volt a legnagyobb sztár, mindenki veled akart. Mare, engem nagyon szeretnek itt, Mare. Hallod? Csinálok neked szólólemezt, az anya amúgy. Itt nagyon kamaszak, itt engem te. Sztár vagy, Marekam, nagy erő! Ja.